nagyobb értékű rendőrségi autója van, aminek a fenntartása nagyon sokba került. Ezért is döntött úgy a Bátaszégi Polgárőr Egyesület, hogy visszaadja a rendőrségi tulajdonban lévő autókat, és vásárol magának egy olcsóbb fenntarthatóságú járművet. A polgárőrség ugye vállalt feladatai között van a műszaki mentés, az árvízi védekezés és hasonlók. Ugye ehhez való eszközöket egy ledöntött ülés, nem mondom az egy köbméteres raktérbe simán ki tudjuk vinni. Tehát valahol ez is lebegett a szemünk előtt, hogy egy nagyon gyors beavatkozó autóként is tudjuk használni. De mondom, a fő szempont az, hogy az üzemanyag tankolásokat megspórolva, az autó szervizén spórolva kicsikét fellélegezhessünk az autó és a műszaki parkunknak a terén is. A bátaszéki önkéntes tűzoltókhoz is új autó érkezett. Az egyesület egy 40 éves járművet cserélt le egy korszerűbbre. Ahhoz, hogy meg tudják vásárolni a közel 6 millió forintos tűzoltóautót, még tavaly indítottak gyűjtést. Bár elődeihez képest kisebb méretű, ez nem feltétlenül hátrány, mondja Bóta Gyula, az egyesület elnöke. Nagyon kis fordulékony gépjármű fecskendőről van szó, kicsit kisebb málhatérrel, mint amit mi megszoktunk, ugyanakkor városi bevetésekre, illetve szurdikokba ez egy kiváló választás lesz, rendkívül fordulékony. Túl is van, hála jó Istennek, már az első bevetésén, ahol nagyon-nagyon jól vizsgázott. Annak ellenére, hogy az idei évben kevesebb forrásból kell gazdálkodni a városnak, Bátaszék polgármestere azt mondja, a település lehetőségeihez mérten támogatja azokat a kiemelt civil szervezeteket, akiknek feladata a lakosság védelmének biztosítása. Ők nem egy klasszikus, olyan értelemben nem klasszikus civil szervezet, hogy hagyományt tápolnának, vagy éppenséggel, kultúrával foglalkoznának, hanem ők a mindennapi életünk részeként biztonságunkért, védelmünkért tevékenykednek. Bozsolik Róbert azt is elmondta, hogy idén szeretnék többek között a rendőrség és a polgárőrség együttműködését szorosabbra fűzni, annak érdekében, hogy több helyszínen is bevethetőek lehessenek.